A DKV ZRT munkanapokon közel 2900 forgalmi járatot indít el. Ennek nagy része autóbuszjárat, több mint 2600 autóbuszjáratot, a többi villamos és trolibuszjárat. Azt lehet mondani, hogy a két villamos viszonylatunkon csúcsidőben 4-6-6-8 perces sűrűséggel közlekednek a villamosaink. Főleg koncentráltunk azokra az időszakokra, amit a vírushelyzet miatt ugye a kormányzat is feladatként tűzött ki nekünk. Folyamatosan a járművezetőink monitoringozzák az utas létszámot, és mihelyst azt tapasztalják, hogy egy 50% körüli utas terheltség van, akkor a rendelkezésünkre álló nem sok, de azt a kevés műszaki tartalék járművet, mint besegítő járatot tudjuk elindítani. Ez érvényes a villamos közlekedésünkre és az autóbusz közlekedésünkre. Sajnos trolibusz viszonylatokon trolibusz járművel nem állunk olyan helyzetben, hogy plusz járműveket tudnánk kiadni, hiszen a 21 darab trolibuszunkból folyamatosan 19 darab azt kiadjuk. Autóbuszból 120 darabot adunk ki, napi szinten villamosból pedig 20-at. A villamosoknál, ahogy mondtam, ott azért vannak tartalékaink, plusz két tartalék járművet tudunk beindítani. Az autóbusz közlekedés esetén pedig egyeztetve a közszolgáltatásban konzorciumi partnerünk, az Intertanker ZRT-vel további 4 darab csuklós autóbuszt tudunk beállítani a csúcsidei forgalomba. Hát azért érdekes a szituáció és ezért érdekes a helyzet, hiszen ugye látjuk, hogy a vírus helyzet is napról napra változik, halva azért a mostani híreket is, ami a mai napnak is aktualitást. Itt igazából folyamatosan néznünk kell az utasterhelést, hisz ugye halljuk, hogy a középiskolák, egyetemek azok át fognak térni a digitális oktatásra. Természetesen nekünk ugye koncentrálni a munkába, a járáshoz, az ipari parknak a kiszolgálását kell folyamatosan figyeljük, és hogy szükséges, akkor sűríteni a kapacitásainkat. Folyamatosan már március óta a DKV ZRT minden nap vírusszerrel fertőtleníti az összes járművét, mind a trolibuszokat, mind a villamosokat. A konzorcium partnerünk ugyanezt teszi az autóbuszokkal, az Intertanker ZRT járművezetőinknek biztosítjuk a maszk használatot, személyes kézfertőtlenítőt, nagyon odafigyelünk a forgalomindító helyeken a megfelelő higiéniai állapotnak a fenntartására, ott is vírusíthatású kézmosószereket biztosítunk a járművezetőink részére. A márciusi első hullámnál akkor megszüntettük az első ajtós felszállást az autóbuszoknál, az első üléseken való utazást is kordonnal letiltottuk, hiszen a járművezetőket ne érje semmilyen vírusfertőzés. Most megint érdekes lesz a szituáció, hogy mit tegyünk. Eddig júniusban visszavezettük a mértékszervény vásárlást a járműveinken is. Itt igazából azt lehet mondani, hogy főleg az autóbuszoknál van olyan helyzet, ahol közvetlenül érintkezhet az utassal a járművezető, míg a trolibuszoknál és a villamosoknál az átfülkében tudják a járművezetői tevékenységet folytatni a kollégáink. Ott elképzelhető, hogy ismételten majd be kell, hogy vezessük ezt az első ajtós felszállást, esetleg az értékszervény értékesítési tilalmat. Bár menet közben azért olyan fejlesztéseket is végigvitt a DKV ZRT, hogy mobiltelefonos jegyvállásási lehetőség megvan. Tehát más platformokon is, tehát nem csak papíralapon, hanem más platformokon is meg lehet vásárolni az utasainknak az értékszervényt. Azért lehet látni, hogy az első hullámnál is azt tapasztaltuk, hogy szinte napról napra az utazás számunk a 100%-ról szinte 20%-ra esett vissza. Ez az utazás szám igazából nem tért vissza már szeptemberben 100%-ra, hanem olyan 75 és 80% körüli. Hát most
ismételten a középiskoláknak a valószínűsíthető, nem a bezárásával, vagy nem bezárásával, hanem a digitális oktatásra való áttéréssel az utazásszám szerintünk ugyanúgy csökkenni fog.